Алиса. Я провел голосование среди зрителей на YouTube и в моем Telegram о том, что хотят ли они продолжать слышать тебя на начало или нет. И каковы были результаты? На YouTube 86% сказали «да», а в Telegram 87% сказали «остаться». Спасибо им, но те, кто голосовал против, все равно будут думать, что эти проценты — результат мошенничества, и на самом деле большинство их меня ненавидят. Почему? Потому что я русская. Угу. Mm -hmm. Hello. S. A. News. Туроци Рихардал. А как вы пьете за утолаз? Марадник, ну, лицевеш. А зиводит меня фахер, бать. A feketét nem hozhatom ide, mert nem látszód deretesen ezen a felsőn. Tehát nem a Netflix, tudod, hogy van. Igazán megdolgozhatnál a jádért. Úgy élsz, hogy ma sokan szeretnének. Hoznak enni, beoltanak, kitakarítanak utánad. És csak két szép szemedért tartanak, hallod? Csak az a különbség köztelés köztük, mondom, maradj Hogy te az eltelt évek alatt természetedből fakadóan nem sajátíthattad el az önálló életet, tudod? Ők meg elsajátították volna. Mégis inkább azt szeretnék, ha köréjük hajítanák a világot. Hogy a gyengék, az esetlenek, az ostobák, a gyávák és a kevesek legyőzzék az életre valókat, tudod? Ne pazaroljuk most az időt a pettingre, üssünk részt a médián. BFM TV, Piotr Tastoy, a Duma alelnöke. Önök a franciák éppen a harmadik világháborút provokálják ki. Háború és béke, ugye? József Tasztoy, akinek a családnevén szerintem most libbenjünk is túl, csodálatosan beszél franciául, Párizsban is tanult, közben pedig a Duma alelnöke, és ezért ez a francia hírtévé úgy döntött, hogy éppen vele csinál interjút Moszkvában. Hát ebben nem volt köszönet. Olyanokat mondott, hogy Ukrajna az ő országa is, a déd nagyapja Kiev polgármestere volt, ezer szállal kötődik egymáshoz a két terület lakossága, és 30 évig várták, hogy az ukránok abba hagyják az ott élő 20 millió orosz megzállását, az orosz nyelv tiltását, az orosz nyelvű oktatás ellehetetlenítését, hogy ők a nyugathoz akarnak tartozni, ugye a ukrán lakosságának egy része, miközben a 20 millió orosz többsége ugye nem. A közös történelem oktatását Oroszországgal is tiltották, stb. 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 De nem ez volt a legerősebb pillanata, hanem ez. Le président français lui refuse qu'on en arrive à cette situation et... et... On s'en fout de son opinion. Vous vous on foutez de ce fou. que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire, à vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Euh, et donc on va, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Ahogy teltek a napok, nekem úgy tűnt, hogy az üzenet átment. Amikor egy üzenetküldő abban elküldesz egy szöveget, akkor utána meglátod a két pipát, és a feliratot, hogy látta. Na, ez történt most. Tasz, DPA 2. Pont. A Franciaország elleni csapás Ukrajnában nem adokott kollektív válaszlépésre. A német DPA hírügynökség arról adott hírt és küldte el mindenkinek a világban, mert hát ez fontos, hogy mindenki tudjon, hogy a Bundestag szakértőnek értékelése szerint a NATO kollektív válasza csak akkor lenne lehetséges, ha, ha Oroszország megtámadna egy tagállamot, vagy annak területén lévő célpontokat támadna meg. Ha rálőnek egy harmadik országban, egy NATO tagállam katonáira. Akkor az nem ér. Idézem én ezt most szó szerint: Ha egy NATO tagállam katonai egységei az ENSZ alapszabályának 51. cikke értelmében kollektív önvédelemben vesznek részt Ukrajna oldalán a konfliktusban Oroszország és Ukrajna között, és ez alatt a harci cselekmények során az ellenséges fél Oroszország csapásai érik őket, akkor ez nem ad okot a NATO alapszabályának 5. cikkének alkalmazására. Lefordítom ezt az üzenetet. Vladimir, nyugodtan megölheted a katonáinkat egy harmadik ország területén. Nem érnek annyit, hogy elporladjon miattuk az egész világ. The Economist. Oroszország egy nagy új offenzívára készül egy hosszú frontvonal mentén. Nem csak ez az újság, hanem sok másik is arról írt az utóbbi napokban, hogy egyre több és több orosz katona és technika gyűlik össze a határon. Elsősorban azon a határszakaszon, ahonnan az ukránok Belgaradat lövik, meg beküldik az ellenzéki Oroszország népe front, vagy az Oroszország ellenzéke nemzeti front, öngyilkos kommandóit, ugye? Ezt a poént is csak kevesen értik, majd mindegy. Szóval azzal szemben gyűlnek össze, és valószínűleg Kharkovra fognak rámenni, legalábbis az lenne az észszerű, meg persze délen-Agyesszára. Jó hosszasan leírják ebben a cikkben is, hogy már semmi sincs, hogy még a hiányból is hiány van, és amint megszilárdul a föld annyira, hogy nehéz technikával lehet csapatni, akkor bajba lesznek az ukránok. Tehát nem az origó, nem az orosz hírek, a Pravda, vagy tudom is én kicsoda írja ezeket, erre majd még visszatérünk később, mert történt mostanában ez meg az, hanem minden szempontból nyugati hírforrások, tehát nem egy Voice of Europe, majd a lengyelek meg a csehek náluk is találnak Moszkvit elhajlókat az Ekeremésznál, biztos vagyok benne. És közben Szirgyi Lavrov ilyeneket válaszol, amikor arról kérdezik, hogy mivel az ukrán vezetés nem ismeri -e legitimnek az orosz választási eredményt, mikor hamarosan lejár Zelenszki ideje, és mégsem tart választásokat, akkor vajon az oroszok sem fogják elismerni őt legitim vezetőnek? Что 20 мая и что 21 мая, давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего Na most kétszer ugyanarra a gerebjére nem fognak rálépni. Nem azok a típusok. The Washington Post. Zelenszky, megpróbálunk valamilyen módot találni arra, hogy ne kelljen visszavonulnunk. Azt gondolom, hogy a legtöbb newsnéző tudja, hogy Amerika nyíltan odaszólt Ukrajnának, hogy ne lőjön orosz olajfinomítókra és az olajjal kapcsolatos infrastruktúra elemekre sem, mert jönnek a választások Amerikában, és nem szeretnék, ha az olajára bekavarna. A intelligens, felnőtt ember gondoljon bármit is a világról, drukkoljon akármelyik félnek, az ebből le tudja vonni magának azt a következtetést, hogy mik a valódi prioritások az Egyesült Államokban, és hogy Ukrajna nagyjából melyik polcon van elhelyezve. Viszont ezt a tényt, hogy az amerikaiak odaszóltak az ukránoknak, hogy ne lőjenek orosz olajfinomítókat és hasonlókat a választások miatt, nagyon fontos tudni annak megértéséhez, hogy az újságírók miért éppen ezt a szövegrészt választották az Elenszkijel készült újanyagok legtetejére. Ennél a lapnál idézem én ezt most szó szerint. A képernyőre is kiteszem angolul. Nagyon füleljen mindenki. Ez van tehát a cikk legtetején. Ezzel kezdődik, amikor valaki megnyitja a Washington Post cikkét. Volodymyr Zelenszky komor üzenettel fordult a kongresszushoz: Adjatok nekünk fegyvert, hogy megállíthassuk az orosz támadásokat, vagy Ukrajna megerősíti az ellentámadásait az orosz repülőterek, energetikai létesítmények és egyéb stratégiai célpontok ellen. Vagy adtok fegyvert, hogy elkezdjük lőni azt, amire azt mondtátok, hogy ne lőjük. Ezt a saját tulajdonszájával mondta el az egyik legfontosabb amerikai lapnak. De valamivel célt lehet érni Amerikával szemben, az a zsarolás. Persze. Nem tudom, hogy a dílére mit vit legutóbb, de talán mosópor is lehetett benne. Megfenyegeti Amerikát. Hát mi baj lehet, ugye? Végül is ők az egyetlenek, akiktől egy célnaszálló lóg az élete. Éppen nem akarják neki megszavazni azt, hogy folytassa azt, amit éppen eddig csinált, de még nem is engedték el a kezét teljesen. Ő meg így kedveskedik nekik. Biztos megjön a kedvük a pénz meg a fegyverek odaadásához. Most vagy az van, hogy ennyire elhitte magát, vagy az van, hogy ennyire kétségbe esett. Ha a második verzió van, akkor anélkül, hogy különösebben pártiát tanúsítanék, azt azért csak megkérdezném tőle, hogy mégis mire számított. 1956-ban például reggeltől estig az ment a Szabad Európa rádióból, hogy tartsatok ki, jövünk, de rohadtul nem akartak jönni, mert nem hülyékültek ott már akkor sem és egy rántott hús formájú 93 ezer négyzetkilométerért nem éri meg elporladni egy atombillanásba. Ez a kis ország csak azoknak fontos, akik itt élnek, mármint azoknak, akiknek fontos azok közül, akik itt élnek. Tájván sem fontos az amerikaiaknak, nem érteklik őket a tájvaniak hétköznapjai. Nekik az a fontos, hogy Kínával szkantereznek. Ja, és az a fontos, hogy a Taiwanon gyártott csipekkel mi van. Nekik az afgánok harca a szovjetek ellen se volt fontos, nem is azért támogatták a tálibokat, és Uszawábi Láden fegyverekkel, mert ha valamit szeretnek Washingtonban, az az elfátyolozott lányokról készült fotósorozat és a vallásszabadság, hanem azért, mert így lehetett a Szovjetunióval olcsón kicseszni. És nem azért támogattak egyes csecsenhadurakat hadurakat Oroszországgal szemben, mert annyira élték ezt a vonalat, hanem mert így lehetett Oroszországgal kicseszni, és így tovább. Ukrajnával sem emberbarátságból, meg elvi, morális, erkölcsi alapon foglalkoztak, hanem azért, mert egyszerre tudtak Oroszországnak is ártani, meg le tudták választani az EU-t Oroszországról, és mostantól amerikai függésben lesz az a része, ami nekik fontos. Így nem lesz az EU önálló entitás, majd az amerikaiak húzzák maguk után, mint egy bőröndöt, jobb esetben, mint egy gurulós bőröndöt, az, hogy sok európai cég tönkrement, vagy átköltözött Amerikába, az csak a hab tetején a cseresznye. És ők nem jók vagy rosszak. Ők a saját érdekeik szerint csakkoznak. Ők egy birodalom. Pont mint Oroszország, vagy Kína, vagy India, vagy akár bizonyos értelemben Brazília, nekik érdekeik vannak, nagyban játszanak, rendezkednek a világban kedvükre, Szerintem még egy NATO tagországért sem vállalnák be az atomapokalipszist, hogy mindenki elpusztuljon Kansasben, meg Idahoban is valami kimondhatatlan nevű miniszterelnök országáért, amit úgy kell keresni a térképen, és lettek vagy Litvának, vagy kicsodák laknak ott. Nem érez ennyit. Hát akkor még egy Ukrajnáért elporladni, ami nem is a tagja a NATO-nak. Ezek a dolgok nem ingyen vannak. Vagyis addig fog támogatni, meg segíteni, amíg az érdekében áll. Ha már nem áll az érdekében, akkor szépen vagy csúnyán, de szakítani fog veled. Te meg kapaszkodhatsz a repülőbe, mint a csóri afgánok, vagy a vietnámiak a helikopterbe annak idején. És ha ezeknek az arcoknak azt mondod, hogy ha nem fogtok tovább segíteni, akkor majd meglövöldözöm azt, amit nem szeretnétek, hogy én meglövöldözzek, és emiatt felmegy az olajára, pont a választások előtt, Hát az ámos könyv szerint nem jelent sok jót. Sokkal kevesebbért is megjelent már itt-ott egy hárombetűs cég, ami segített a meglévő vezető környezetében lévőnek végre hatalomba jutni. Ha te Amerika vezetéséért felelsz, akkor a te feladatod az, hogy minél több pontját a világnak leurald, és technikailag ezzel garantáld azt, hogy a sok ledominált játékos révén piacokat szerez, agyakat szívjel, és voltaképpen garantáld a saját néped jólétét. Most azt hagyjuk, hogy ez mennyire működik manapság a gyakorlatban, Tehát ez lenne itt a koncepció, és egyébként minden nagy hatalom ezt csinálja. Ezeket az arcokat megzsarolni? Hát, szerintem az ukrán mafia vezetői részegen több szerénységet tanúsítanának a CIA-val szemben, mint a kommandant Ezegevara. Ha tetszik a news, és még nem vagy a csatorna feliratkozója, úgy arra kérlek, hogy ezt most pótold. Különösen úgy, hogy tesztüzemben még egy hétig futni fog hétköznaponként a nem fake news, ahol nagy mennyiségben gyorsan összeszedem az aznapi fontos nemzetközi híreket, de csak azokat, amik a magyarul beszélők hétköznapjait is érinthetik, vagy érintik, mégsem írja meg magyarul senki, mert nem kattintanának rá, vagy mert nem fér bele a narratívába sehol sem. Aztán majd jövő hétvégén átnézzük a számokat, és megnézzük, hogy van-e értelme ennyi munkát ebbe beleölni. Amennyiben pedig támogatni szeretnéd a csatorna működését, akkor jó, ha tudod, hogy most elsősorban technikai fejlesztésre kerül rá az érkező adomány. Amennyiben erre érdemesnek találod ezt a munkát, úgy banki átutalással és paypal is hozzá tehetsz, ha szeretnél. A leírásban megtalálsz -e ez minden infót, de Alisa is elmondja most mindezt. Amennyiben szeretnéd támogatni a nyuszt, megteheted banki a tutelasau, paypalon és itt a YouTube-on is, bevét információ, a leírásban. Köszönjük! Egy nő, aki negatív értékelést hagyott egy paradicsom püréről, most börtönbüntetéssel nézhet szembe, miután letartóztatták. Vicces kis színes hírnek tűnik, érdekesnek, ilyesmiket olvasgattunk be a rádióban 20 évvel ezelőtt, két dal között, de ez a news, szóval ez nem az. Nigéria nem a világ vége, sőt, szinte már középhatalom lesz lassan, olyan 220 millió ember él ott, és egyes nagyvárosaiban több pénz van, és magasabban van a magas élet egyeseknek, mint azt. Európában egyáltalán elképzelhető. Sok sorozatot, filmet néztem Nigériáról, van ismerősöm, aki ott volt gyerek, dolgoztam nigériai céggel, és nem herceggel, és a zeneiparban is egyre inkább ott vannak, gazdaságilag is kezdenek megkomolyodni. Ja, és fontos, hogy Niger és Nigéria az nem ugyanaz. Az előbbi éjszakabra van, és a francia gyarmat volt, ott volt a pucs, és ott van a szegénység, meg onnan származott a francia atomenergiához az uránium. Nigéria brit gyarmat volt, a lakosság nagy része ott is szegény, de egy teljesen más univerzumról van szó. Hosszú. A lényeg, hogy ennek a szerencsétlen nigériai nőnek akár 7 év börtönbüntetés is kinéz azért, mert rossz véleményt írt egy paradicsompüréről. Csóri írt egy Facebook posztot, csak mivel a kezdő influencer a lelkem, és bárki számára látható volt a poszt, elkezdett terjedni, és hamar 3000 komment érkezett rá. Ezután kapott egy olyan kommentet is, amiben egy férfi leírta, hogy a termék a bátya cégének a terméke, és ha valakinek valami észrevétele van, akkor igazán szólhatna az ebből a célból a terméken feltüntetett elérhetőségen, ami a vásárlóknak van, mások előtt ilyet csinálni. Nem helyes, mert ezzel kárt okoznak a cégnek, és mindössze egyetlen ember véleménye alapján akár emberek is elveszíthetik a munkahelyüket. Ez a sztorinak az elgondolkodtató része a rohadjanak meg mégis ezek mindannyian faktor akkor lép be a képbe, amikor a gyártó cég egy picit elszállt a talajtól, és azt állította, hogy a nő véleménye komoly reputációs és anyagi kárt okozott nekik is, 5 milliárd nájra, több mint 1 milliárd forint kártérítést követelnek tőle, mivel ezt kifizetnie ugyebár irreális, akár 7 év börtönt is kaphat, ha bűnösnek találják, és hát nem hülyékültek a cég jogi osztályán sem. A nigériai törvények között tényleg van egy olyan is, ami nem igazán alkalmazkodott az online világhoz, és ezért is került be ez a hír ide a Egy nigériai rádióban például arról beszélgettek, hogy ha a rádióban negatívan beszélnének egy cég termékéről, akkor hitelrontásért beperelné a cég a rádiót, viszont ha magánszemélyként vagy influencerként úgy szidják, ahogy, hát azt lehet. Egyrészt a világ egy jelentős részén az internetet az emberek nem úgy használják, nem annyit és nem arra, Amire Európában vagy Amerikában. De erről már beszéltem az egyik korábbi Newsban, annak kapcsán, hogy mi történne, ha az oroszok vagy a kínaiak lelőnék a netet. Másrészt náluk még más szoftver fut sok emberben. Innen nézve mi ezen csodálkozunk, és valami elmaradott őrületnek gondoljuk ezt a felfogást, és nyilván börtönbe vinni valakit azért, mert elmondta a véleményét, totál középkor. De azért nem árt tudni, hogy a magyar törvények és a nyugati törvények is lefedik a jó hírnévhez való jogot és annak védelmét. Lehet, hogy a kettő között van az igazság, és az, hogy már a mindenki ott szarozhatja a másikat, ahol éri, és nem csak termékeket, tehát másnak a munkáját, hanem a másiknak a személyét is, az nem éppen az üdvözítő jövő útja. A szabadság nem néz ki jól, ha emberi minőségében alkalmatlan figuráknak is lehetőséget adunk a topszódásra. Amit csak az ismerőseidnek írod ki, és látja néhány tucat ember, az valóban egy szűk körnek szól, és olyan, mintha az ismerősi körödnek személyesen mondanád el a véleményed. Hogy Sanyi mekkora egy tető, hogy rohadna meg ott, ahol Ám, amint bárki számára elérhetővé teszed, valószínűleg a másik oldalt is meg kellene, hogy illesse mi védelem. Mert ugye lehet, hogy Sanyi nem is akkora tetű. Inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy lehetne gondolni arra is, hogy a másiknak milyen kárt okozol, ha nagy nyilvánosság előtt megszólalsz. Hogy például egy cégnél is emberek dolgoznak. tesznek azért, hogy az a termék jó legyen. Hogy nem feltétlenül rossz valami azért, mert neked személy szerint nem tetszik, és nem biztos, hogy valami rossz azért, mert sokaknak, akár a nagy többségnek nem tetszik. Sőt, gyanús, hogy a többségnek érzelmi és ízlésbeli kérdésekben általában nincs igaza. Szóval, ja, az is baj, ha valakit elvisznek a véleménye miatt, de az is baj, ha valaki nincs tekintettel a másik érdekeire. És mint egy fogalmatlan hatéves kiabálja ösztönösen azt, amit éppen érez. Cseh közrádió. A prágai kórházban összecserélték a betegeket. Az orvosok abortust hajtottak végre azon a nőn, aki csak ellenőrzésre érkezett. Igen, az történt, ami a címben szerepelt. Bement egy várandós és egy terhes nő a kórházba Prágába. Az egyik teherként élte meg és el akarta vetetni, a másik csak vizsgálatra ment és várta a gyereket, aztán történt, ami történt. Ez a különbség a két szó között a magyar nyelvben, egyébként. Most figyelj, ez az egyetemi kórházban történt. Nem az akármilyen magánklinikán, valami városszéli vagy faluvégi állami helyen, ahol már az ápolónők volt szobatársainak migráns ismerősei dolgoznak feketén. Nem, ez az egyetemi kórházban történt. Most a rendőrség elkezdett nyomozni, de ez egy nagyon furcsa dolog, mert állítólag Csehországban is úgy van, hogy az orvosi hibáknál mindkét oldal hozza a szakértőit, független objektív szakértőket. Tudod, hogy van. És van egy további csavar a tragédiában, ami a hír lényege. Mindkét nő külföldi volt, akik állandóan Csehországban éltek, és mindkét nő ázsiai származású volt. Sejtitek-e már, hogy miért történt a tévedés? Ezután a kórház azt kezdte el kommunikálni, hogy hát azért a két fiatal nőben sok közös dolog volt, például az, hogy gyengén beszéltek csehül. Hm. Tehát, ha veled valami ne adj Isten egyszer történik majd Csehországban, és egyszerre visznek be egy törökkel, és se te, se a török nem beszél csehül, akkor neked levágják a lábadat, neki meg elvégzik azt, amit neked kellett volna. Ezt jó, ha tudod. Most menjünk vissza oda, hogy az abortusz az emberölés. Innen kezdünk. Szerencsétlen pöttöm óriási hátránya, hogy még nincs arca, nem lehet megszemélyesíteni, és ezért nem értem el egyesektől empátiát, pedig lehetne belőle atomfizikus, mérnök, űrhajós vagy akármi, nyilván alkoholista is, de ezt ugye még nem tudjuk. Na most, ha a gyereknek nincs orvosi értelemben olyan előrelátható károsodása vagy betegsége, ami miatt nem tudna teljes értékű életet élni, őt megölni csak azért, mert nem akarja valaki, az önzőségből elkövetett emberülés. Az, hogy te nem akarod viselni a tetteid következményeit felnőtt létedre, értem ez alatt az apát is, az nálam undort kelt. De hát sokfélék vagyunk, ugye? A nemi erőszak egy kivétel, de nem kell csak a legrosszabbra gondolni mindig, és nem kell mindig arról beszélni. Szóval, mint a kivégzéseknél Amerikában, vagy hogy a dolgok állnak hamarosan Oroszországban is, vannak esetek, amikor az ember élet nem szent. Én ezzel meg tudok békélni, amennyiben az egyén elkövetett már valamit, ami miatt ezt érdemli, ha másért nem hát azért, hogy a többi potenciális elkövető számára legyen egy elrettentő példa belőle. Ám egy még meg sem született élet, ami nem tehet semmiről, csak azért, hogy ne kelljen érte felelősséget vállalni a senkinek, amikor úgy sincs elég ember a világnak ezen a felén. Hát na, szóval az abortusz, amiről ugye már említettem, hogy emberölés, komoly orvosi vizsgálatok, megelőző beszélgetések, meg mi egyebek lefolytatása után engedhető meg egyáltalán, mert hiszen itt valakinek az életét elveszik. Ez nem olyan, hogy bemész egy zsírleszívásra, vagy berakadsz a melleit helyére kettő csomagot, aztán azt a látszatot kelted, mintha más genetikával születtél volna, mint amilyen valójában van neked, így nem csak másokat csapsz be, legalábbis ruhában, hanem kicsit saját magadat is, Mondjuk, amikor valaki egy baleset vagy más tragédia okán kényszerül ilyen beavatkozásra, az érthető, de hogy hobbiból, na mindegy. A lényeg, hogy ez, az abortusz, egy komoly dolog, és úgy is állnak hozzá az orvosok. Gondoltam én. És akkor most kiderült, hogy nem. Még véletlenül is lehet valaki máson abortuszt elvégezni. Hát ez jó tudni. Na, akkor véletlenül kellene csinálni egy törvényt arra, hogyha valaki véletlenül ekkora élete végéig szóló tragédiát okoz valakinek azért, mert nem vette komolyan a felelősséget, amit a nyakába vett önszántából, de akkor az élete végéig viseljenek a következményeit. Aktusz. Szenegál. Az új szenegáli elnök Diomaya Faye hangzatos nyilatkozatokat tesz Franciaországgal kapcsolatban. Szenegál egy újabb egykori francia gyarmat, ahol a franciák pórú jártak, ott viszont most békés úton. Az előző vezetés nem igen akar távozni önszántából, az oroszok hát éppen segíteni akartak ebben, egy pucsban, a nyugatiak legalábbis ezt mondták, de aztán az amerikaiak addig mókoltak, amíg végül lett választás, és a választást egy Diamante nevő nevű fiatalember nyerte meg, aki a következőket mondta: Itt az ideje, hogy Franciaország levegye a tértét a nyakunkról, és véget vessen ennek az igazságtalan elnyomásnak. Itt épp az egyik szenegáli tévémegy mögötte. Jó dolog most informálódni, hogy ott mégis mi történik. Éppen sátraznak. Illetve azt is elmondta ez a nagyszerű ember, hogy a francia országnak el kellene hagynia most már igazán Szenegát minden értelemben, és Szenegának újra kell gondolni az összes korábbi megalapodását Franciaországgal. országgal. Hát nekik pedig ugyebár tengerpartjuk is van, amikor majd orosz és kínai hajók fognak ott kikötni, és eldobják a nyugat-afrikai frankot amit véletlenül éppen Francia országban nyomtatnak, valamiért így alakult történelmileg, és valamiért az árfolyamra is ott tudnak a legnagyobb hatással lenni. De ki érti? Biztos véletlen. Egy korábbi nyúzban én ezt már részletesen kibontottam. Szóval, amikor ez majd mind bekövetkezik, akkor a szenegáliak egy rendkívül elnyomó, sötét, a fejlődést és a szabadságot lábbal tipró, jövő nélküli országban fognak élni. Igen. Hát ez nem én mondom. Nem, ezt majd nekik mondják a felvilágosultak. Ez volt a News Torocsi Richardal. Tessék feliratkozni, mert a feliratkozás gomb nem nyomja meg saját magát. Richardnak van Telegram, Csitarnája, TikTokia, és Instagramja is. Tessék bekövetni ott. A neveben is kaszonom. Mara Eni, kasanyuk a fidelmet.